Hatalmas ováció fogadta Kovácsné Bulin Andreát, ahogy kimonult a poronthoz és átvette a világbajnoki címért járó aranyérmet. A veterán sportoló Körmendről érkezett. A felnőtt fiatal korosztályt is felülmúlta az elért pontszáma. Azt mondja, nagyon élvezte a versenyt, bár nem volt könnyű dolga. Számomra nagyon jó. Ugye azért ez köztudott, hogy a 3D-s verseny, én mindig azt gondolom, hogy ez egy vadászat imitációja. És az, hogy egy ilyen terepen, ilyen meredek pályákon és egyebeket tehetünk, én erre mindig azt mondom, hogy a vad se kérdezi meg a vadász, hogy hol álljak meg neked. Úgyhogy nagy kihívás volt. A legjobb eredmény elért sportolók dupla érmet kaptak, ugyanis most vehették át a tavaly elmaradt Európa-bajnokság díjait is. Több kategóriában a magyar zászló dominált, ugyanis mindhárom helyezést hazai versenyző érdemelte ki. Dugmanicsné Dombai Beáta is két magyar mellett állt a dobogó legmagasabb fokán. Azt mondja, a terepviszonyok nem könnyítették meg a feladatukat. Azért itt a dombok majdnem fölértek hegyekkel, tehát a célkihelyezés is nehéz volt, és fel kellett oda kapaszkodni, le kellett ereszkedni, technikás pályát állítottak össze. Kiváló volt a szervezés, eredményekben bővelkedett a szekszedi IS Európa és Világbajnokság. Értékelte a hetet a Magyar IS Szövetség elnöke. Jó sok kategóriában magyar versenyző végzett, akár mindhárom helyen. Igen, tehát arany, ezüst és bronz helyen is, még a nagyobb kategóriákban is, tehát ott, ahol közel 50-en voltak a kategóriában, három versenyző végzett az éle. Gyurkovics János szekszád alpolgármestere azt mondja, a város mindent megtett a világbajnokság gördülékeny lebonyolítása érdekében. A városra háruló feladatokban mi teljes egészében maximálisan együttműködtünk, amit kértek tőlünk, mindenben segítettünk, mindent biztosítottunk. Itt természetesen a sportközpont, a környéke, és hát a Béla tér, stb., ahol volt az ünnepélyes megnyitó, és hát anyagilag is 5 millió forinttal támogatta a versenyt az önkormányzat. A Sötétföldben és Szekszárdon játszódó IS világbajnokságra 12 országból közel 550 nevező érkezett. Megközelítőleg 270 érmet osztottak ki a díjátadó ünnepségen, amiknek a nagy része a magyarok nyakába került. Több Tolna megyei ért el kiváló eredményt a világbajnokságon. Vehocki Kira Tícia a női juniorok versenyében, Nagy Nikoletta pedig olimpiai íj kategóriába lett világbajnok. A veteránoknál idősebb Bóka László ezüstérmet nyert csigás íjával, míg Kovács Gábor olimpiai íjával lett bronzérmes.